Tovább terjed az afrikai sertéspest is a háztáji sertésállományban a bodrok közben. Már a 13 gócpontot jegyez az állami állategészségügyi és élelmiszerfelügyelet. 5 esetben vaddisznóban is kimutatták a vírust. Zétényben 2 meglőtt vadállat vérmintájából mutatták ki az afrikai sertéspestist, de egy fertőzött, elhullott vaddisznó tetemet is találtak. És az egyik traktoristánk, ő már látott nappal itten disznókat, ami nem szokványos viselkedés, mert a disznó ugye azért rejtészkedő állat, ami nemhogy nappal nem jön ki, de éjszaka is nagyon óvatos. És ő már akkor mondta, hogy valami érdekes volt, hogy egy az nappal délután 1 órakor látta a disznót, és mondta, hogy olyan tilinkolva járt a mező, mintha részeg lenne. És mondta, hogy bejött ebbe a sűrűbe, ide. Néhány nap múlva a környéken dögszaga terjengett, így a keresésére indultak. A tetemet egy pocsolyában találták meg, az állat vélhetően lázas volt, és hűtötte magát a vízben, mondja a vadász. Jelenleg korra nemre való tekintet nélkül egész évben lőhető a vaddisznó. Az egész országra érvényes a vaddisznók intenzív vadászata. Ez alól ideiglenesen az a 12 tőketerebesi vadászterület a kivétel, amelyben a sertéspest is akár a háztáji gazdaságban, akár a vadállományban megjelent. Kedden megérkeztek a bodrogközi vadásztársulatokhoz azok a hűtőberendezések, amelyek az elejtett vaddisznók tárolására szolgálnak. Egy-egy berendezés 10 állatot képes egyszerre tárolni. Azt hiszem, hogy nálunk ki is lesz maximálisan használva, mert évente körülbelül ilyen 60-70 darab vaddisznót ejtünk el, úgyhogy nálunk ez valószínűleg teljes mértékben ki lesz használva. Viszont ami egy picit most gond, hogy jelenleg a mi revírünkben le van állítva a vadászat, amiatt, hogy kimutatták a pestist, de bízok benne, hogy nagyon rövid időn belül ezt fel fogják oldani. Úgy gondolom, még csak most fog igazán komolyra fordulni, mert hogyha a pestistől elkezdenek elhullani ezek a vaddisznók, akkor nekünk most aktívan kell lesz őket keresni a vadászterületen, és azok mind megyen elásásra. Tehát azt a tanácsot kaptuk, hogy kell leszásni egy jó nagy gödröt, nagyon mélyet, amiben fogjuk belerakni. 595 hűtőberendezést helyeznek ki a szakemberek a szlovák-magyar, szlovák-ukrán és a szlovák-lengyel határ mentén. Početnost dodávok bude 30 až 36 kusov týždenne. V zmysle zmluvy o dielo máme do prvej polovici januára. Je tam cena napríklad, pokiaľ nájde, momentálne nájde uhynutého diviaka, u ktorého sa potvrdí prítomnosť vírusu, 67 eur a plus 50 eur pre daný polovný revír. Takže ešte to chceme navýšiť, hlavne v týchto oblastiach a momentálne určite Trebišovsko v tom bude, kde chceme stimulovať tých polovníkov. Az afrikai sertéspest is egy agresszív, gyorsan terjedő, a vaddisznóra és a házi sertésre rendkívül veszélyes, végzetes betegség, amely ellen nincs védőoltás. A kór terjedése nagy károkat tud okozni a régió vagy az állam gazdaságában, ezért fontos, hogy mind a vadászok, mind a háztáji gazdák betartsák az állategészségügyi felügyelet rendeleteit.